Zoltán Tamás vagyok, rengeteget olvasok és rengeteget beszélek, például most is. Hello und welcome, sőt, sziasztok villalakók! Köszönöm, hogy ma is itt vagy velem. Köszönöm, hogy figyelsz rám. Kicsit összefoglalnám az elmúlt napok eseményét. Amikor ez a felvétel készül, akkor szeptember 8-a csütörtök van. Az első téma, vagy amiről először szeretnék néhány szót szólni, az a múlt szombati pozsonyi piknik volt. Hát először is mindenkinek köszönöm, aki jött és jól elkapta az én tarkómat, és, és bemutatkozott, hogy ő van ott a túloldalon, amikor nézi ezeket a videókat. Nagyon szeretem én ezt a fajta kommunikációt, mert ilyenkor érzem igazából a, a szeretetet, meg, meg ez inspirál engem arra, hogy, hogy lehűljek ide és beszéljek könyvekről, ne csak olvassam őket. Két könyvet szerettem volna dedikáltatni is ehhez képest három lett belőle. A, az első, akit megláttam ott, hogy üldögél és, és, dedikálna, ha mennének oda emberek, de, de valahogy ez nálunk még mindig nem annyira szokásal A nagy veretes klasszikus íróknál se láttam tömeget, akik dedikáltattak volna. Szóval, akit ott megláttam, az nem más, mint Paulini Tamás, a pszikutató, gondolom, hogy többen ismeritek, nálam is volt már a rádióban, akkor az álmokról beszéltünk, könyvet is írt többet, a Bolébál, az nagyon ismert volt, abból egy színházi előadás is készült, szóval Tamásnak megjelent egy új kötete testen, innen, testen túl, az egészség tudati dimenziói ról című könyv. Így néz ki. Nem sokat tudok még róla, de de nagyon érdekel eleve Tamás gondolkodását, én bírom, nem mindig mindennel értek egyet, de, de nagyon kedvelem, hogyha csak a fejezet címeket nézem most, test, lélek, szellem, túl a láthatón, a téridő távlatából, hatás alatt, a hit erejével, emberi energiák. Ó, de érdekes alcímek vannak, az egészség csoport dinamikája, a vírusok a lélekben, a megbetegítő félelem, jósló és gyógyító álmok üzenetek oda átról. Na, izgi! Adom, Paulinyi Tamás és az egészségtudati dimenzióiról című könyv. Elolvasom hamarosan és beszámolok róla. Sőt, megbeszéltük, hogy jön is majd hozzám új. Annyira belemerültem itt a Paulinyi Tamás könyvébe, hogy csak azt felejtettem ki, végül kivel dedikáltattam elcsíptem ott Parti Nagy Lajost. Nagyon régóta vágytam arra, hogy a fülkeufória Eufória című kötetét aláírja nekem. Nagyon helyes volt, köszönöm neki utólag is. Závada Páltól a Jadviga párnáját írattam alá. Neki is nagyon köszönöm, de ott volt ki egyébként a Nyári Krisztián, a Grecsó Krisztián, Hú, nagyon sokan, rengeteg színész, vígszínházasok, Péter Fiborit is ott kicsit beszélgetünk hat mondatot. Szóval érdemes az ilyen helyekre kimenni, mert, mert test közelből lehet találkozni azokkal, akiknek a művei sokat adnak nekünk. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy menjetek el az ilyen rendezvényekre, ahol lehet személyesen találkozni a szerzőkkel. Ö, ez miért van itt? Ez azért van itt, mert sosem beszélek róla, és másoknál sem nagyon látom. De, de hát azért van nekünk ez a jelenkor című irodalmi művészeti folyóiratunk, mondjuk már róla néhány mondatot, ez havonta megjelenik, egy ezresbe kerül, és 200 oldalon keresztül kortárs magyar szerzők műveit olvashatod. Láttam, hogy már van szeptemberi is, de azt majd holnap elhozom, ez még a július-augusztusi szám, és csak kedvcsinálóul néhány szerző ebből a számból, Grecsó Krisztián, Per Krisztián, Parti Nagy Lajos, Nádas Péter, Tandori Dezső, Tótákos, Mohácsi Balás, sorolhatnám, sorolhatnám. Én szeretem, és értemes néha ezt is úgy elcsípni, vagy felcsípni. A Lira könyvesboltokban, meg a Librikben is néha látok, de, de van egy jelenkor.net című oldaluk, ahol előfizethető, vagy megrendelhető is. Izgé. Aztán mi történt még? Mm, új szerzeményeket is hoztam. Most összesen négyet, ebből három az antikvárium.hu oldalról származik, és három olyan könyv, amit régóta vadászom. Az egyik a Simon de Beauvoir életműsorozatom utolsó tagja, tehát most már tényleg teljesen teljes ez a, ez a gyűjteményem ezt a Jaffa adta ki néhány évvel ezelőtt, és nagyon gyorsan elfogyott, vagy nagyon keveset nyomtak belőle, nem tudom, de sehol nem találtam, és végül most az antikvárium.hu oldalán megleltem ez a Hit Hatalma című könyv. Ugye ebben így nézett ki az a négy, amit a Jaffások adtak ki. Ez a szerzőnő 37-ben írt első regénye, öt fiatal nő történetét meséli el, akik valamennyien eszmék és dogmák békjójában vergődnek. A hithatalma csak 79-ben jelent meg Franciaországban, és most először olvasható magyar fordításban. Kíváncsi vagyok. A Simone de Beauvoir és a hithatalma. A másik egy, egy másik hölgy írása. Beszéltem már itt többször a videókban Leon Feichtwangerről, és megtaláltam most végre az ő felesége, Marta Feichtwanger, csak egy feleség című könyvét. Ugye nagyon érdekes életük volt, és uh, itt a zsidó üldözés, az emigrálás minden bejátszott, és hát hogy ezt hogy élte meg a feleség? Ugye? Mikor íródott ez a kötet? Nem derül ki. Nem derül ki. Nem derül ki. Annyi derül ki, hogy 83-ban jelent meg. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy... Aha. Nem az érdekelt csak, hogy ez akkor íródott te, amikor már Feichtwanger megjárta a koncentrációs tábort, vagy még előtte. De azt gondolom, vagy úgy érzem a fülszövegből, hogy utána. Jó, nagyon kíváncsi vagyok rá, Márta Feichtwanger és a Csak egy feleség. A harmadik, ami, amit régóta szerettem volna, hogy a polcomon legyen, és most megtaláltam, az pont n az Kosztolányi Dezső fordításában kínai és japán versek, ez egy ilyen kis vékonyka gyűjtemény, de egyrészt uh, bírom én a hajkukat, meg, meg ezt az egész világot és kosztolányi fordításait is nagyon szeretem. Fogalmam sincs, mikor jelent meg a révai kiadó kiadásában. Az eredeti 40... 1943-ban jelent meg, ez pedig egy 2000-es kiadás kosztolányi és a kínai és japán versek. Izgi. <coughs> Pardon. És az utolsó, ami nem, lesz még egy doboznyi verje. Szóval ami, 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 és mindig erről is azt gondolom, hogy az örkény életművem is teljes, aztán mindig találok valamit, ami, de most erről konkrétan nem tudom, hogy benne van-e valamelyik uh, kisregények vagy novellák gyűjteményben. Nem rémlik. Ez a babik, illetve az egy négykezes regény tanulságos története, amit a Helikon adott ki nem oly régen. És ezt a példányt a Libri szépséghibás polcán leltem, és úgy gondoltam, hogy hát én ezt elhozom, nem vagyok benne biztos, hogy nincs meg, vagy nincs benne valamelyik gyűjteményes kötetben, majd kiderül. Örkény, babik per, egy négykezes regény tanulságos története. Örkényből sosem elég. Na, aztán jött egy doboz. Erről majd később muszáj lesz beszélnem, mert egy recenziós doboz érkezett. A Youtube-on könyvekről beszélő videósok közül mindenki kapott felkérést, vagy megkeresést a képző kiadótól, hogy kapnak egy csomagot, ha beszélnek róla. Hát figyelj, én azt hiszem, hogy itt a polcomon nincsenek könyv, mai képzős könyvek. Valahogy ez engem eddig nem talált meg. De úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor válogassunk. Kértem, teljesen találomra öt regényt. Az ötből három olyan, amit magamtól nem vettem volna meg, de, de nagyon sokan beszélnek róla, erősen föl, regényekről van szó és kíváncsi vagyok rájuk. Majd lesz egy külön videó erről az öt könyvről, amikor ma mind az ötöt elolvastam, egyelőre csak kettővel végeztem. No, mik voltak ezek? Az első ilyen hypolt történet az a Böszörményi Gyulától az Ambrózi Báró esetei sorozat első része Leányrablás Budapesten. Hopp, lebuktam, mert ebben már van egy kicsi poszt, ebből kiderül, hogy na, ezt már elolvastam, most nem véleményezem, majd fogom egy újabb fecnis könyv, mert erről is akarok beszélni nektek. Hát abszolút nem az én világom, de nagyon kíváncsi voltam rá, és jól benéztem, mert amikor a kezembe került, akkor jöttem rá, hogy jesszus, ez képregény. Ez pedig a kamaszok által nagyon, nagyon népszerű kötet ki a szerző Alice Ausman, és ez a Heartstopper fülig beléd című sorozat, ez azt hiszem ennek az első része. És a harmadik ilyen hype cucc az Erin A. Craig regénye a mi a címe? Só és háza. Mondhatni, semmit nem tudok róla, de sokan beszélnek erről a könyvről, úgyhogy elolvasom tisztességgel. A másik kettő, vagy a maradék kettő volt az, ami, aminek a témája is érdekelt. Az egyik az egy azt írja, hogy szövevényes regény, labirintus, legény, labirintus, ki se tudom mondani, legény, labirintus, helyett regény, labirintus. És ez nem más, mint Yangtze chu az éjszakai tigris. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Illetve erre is kíváncsi vagyok, ez Glendi van der és az Ahol az erdő a csillagokig ér című regény. Na, ez az az öt KMK-s képzős kötet, amiről hamarosan beszámolok nektek, hogy melyik mit adott nekem. És akkor, amiről még szeretnék 3-4-5 mondatot, hát, hogy tegnap este volt a rádióban a beszélgetésem Szabó T. Annával. Most kivételesen ide a leírásba beteszem a linket, ahol visszahallgatható ez a beszélgetés. Azt gondolom, hogy érdemes. Nagyon sok mindent érintettünk meg meg átbeszéltünk Szabó T. Annával, íróköltő, műfordító, ha valakinek ez nem lenne tiszta. A kicsit én ugye a, a, pszichológia szemszögéből indítottam a beszélgetést, az ő madarakhoz való vonzódásából indultunk ki, aztán már szóba került ott nagyon sok mindenki, Vörös Sándortól, Szilvia Judit Kis Judit Ágnestől, Vörös Sándorig, nagyon-nagyon-nagyon, számomra nagyon felemelő beszélgetés volt, és aminek külön örültem, hogy, hogy a végén úgy búcsúztunk el, hogy Anna azt mondta, hogy bármikor szívesen jön, ennek nagyon örülök, és aminek még nagyon örülök, hogy az összes Szabó T. Annámat ő most szépen dedikálta, nem akartam, azt akartam, hogy még egyet, ugye van már tőle dedikált könyvem, de, de legalább még a Senki Madarát írja, ő mindet, ami ott volt, aláírta. Nagyon örülök, köszönöm szépen ezúton is neki. És ha már itt tartunk, nem akartam most itt behozni, de, de kéznél van. A Szabó T. Annáról van szó, és a Senki Madarát emlegettem. Aki szerette a könyvet, annak ajánlom, hogy hallgassa meg, megjelent ez hangos könyvben is, és az az érdekessége, hogy a szerző maga olvassa fel Szabó T. Anna. Ez egy kétlemezes kiadás, belül egyéb promók vannak. Nagyon érdekes és izgalmas úgy hallgatni egy hangos könyvet, hogy a szerző előadásában hallod. Én például a parti nagy műveket szeretem az ő előadásában, de ez, ez, is, ez is, nagyon megfogott. Szabó Anna Kioko és a Senki Madara, amiről most itt beszélek, ami könyvet nem érem el most itt, de, de hangos könyvben is érdemes belehallgatni lehet kapni, és azt hiszem, lehet, hogy valami akció is van most rá a libri nem tudom, érdem, mintha láttam volna, érdemes bele kukkantani. Szóval a tegnapi beszélgetés visszahallgatható alant a linken. És, és hát ennyit tudja. mi lesz most? Pénteken megyek egy könyvbemutatóra az írópoltjába, ott Vörös Sándorról és Hanvas Béláról lesz szó. Ha közületek valaki ott lesz, akkor, akkor csatlakozzon hozzám és ami még észkalmas lehet, hogy ugye az év, év, de hogy a hónap végén lesz a Budapesti Nemzetközi Fesztivál, augusztus 27-től, vagy 29-től, na ezt most meg nem mondom neked, érdemes oda is kikukkantani, nem nagyon tudok még részletes programokat, nem merültem bele, mert egyelőre kérdőjeles lehet, hogy én pont akkor nem leszek az országban, de majd ez még alakul. hat. Ha kiderül, hogy maradok, akkor gyorsan végignézem, hogy mi az, amin, ami mindenképpen ott kell lennem, mert vannak az életben muszájok, meg kellek, bár én tolom őket magamtól, de magam alakítom ki, hogy mi az, amit kell, és mit nem kell. És kivel kell kommunikálni, és kivel akarok kommunikálni, és hova kell elmenni, és mit kell meghallgatni, és mit kell megnézni, és be, be, be. Na jó, Köszönöm a mai figyelmet is, ez ma rövidebb videó volt, de hát ennyit akartam mondani. Olvastam közben, olvastam, egyrészt majd ebben a KMK-s boxban beszélek róluk, másrészt meg külön akarok beszélni róluk, de én már elkezdtem a olvassuk együtt Shakespeare összes. Majd erről is beszélgetünk aranyosan, lehet, hogy a hétvégén már. Jó, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a figyelmedet. Um, kíváncsi vagyok arra ezúttal, hogyha nagyon sokan írtatok a tegnapi Szabó T. Jannás beszélgetés után üzenetet, de, de én arra is kíváncsi lennék, hogy kik azok, akikre kíváncsiak lennétek, akiket szeretnétek hallani abban a műsorban, ugye pont tegnap volt négy éves ez a rádió műsor, tehát négy éve minden héten ott üldögélek két órában, és nagyon sok emberrel beszélgettem már, írók, költők, színészek, zenészek, énekesek, és szakemberek a, a pszichológia világából, de mindig nyitott vagyok, és mindig kíváncsi vagyok arra, hogy kivel szeretnétek hallgatni egy beszélgetést ott. Ezt megírhatod majd itt nekem. Köszönöm szépen. Mindent köszönök, még süt a nap, kicsit menjék innen, ki. ne zárkózz be, ne csak a könyvekből vedd az élményeket, mozdulj is ki, mert az jó, mert azt feltölt, mert az... Mm. Szia, köszönöm, hello!